A nyírtávhős lakások több mint 90%-ában már fűtenek. A szolgáltatás csak a társasházak megrendelésére kapcsolja be a nyírtávhő. A közös képviselő vagy a fűtési megbízott kérheti a fűtés bekapcsolását írásban, e-mailben vagy faxon. A hivatalos fűtési idény kezdete szeptember 15-e, ez azt jelenti, hogy a helyi szolgáltatónak ettől az időponttól biztosítania kell a fűtés beindításának lehetőségét. Az elmúlt hetekben hidegre fordult az időjárás, Nyíregyházán a távfűtéses lakások 90%-ában a napokban már bekapcsolták a fűtést. A 16.700 lakossági fogyasztóból már 14.000-nél melegek a radiátorok. Az igénylések folyamatosan érkeznek a szolgáltatóhoz, várhatóan a következő néhány napban mindenhol elindítják a fűtést. A nyírtávhő a nyári karbantartási munkákat elvégezte, a költségosztók átprogramozásának 90%-ával már végeztek. Jelenleg azokra a helyekre járnak vissza, ahol nem sikerült otthon találni a megrendelőket. Erre azért van szükség, mert egy adójogszabályváltozás miatt a szolgáltató az éves elszámolásról áttér a fűtési idény szerinti elszámolásra. Köszöntöm a stúdióban Jó Lászlót, a Nyírtávhő Kft. Ügyvezető igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És már is egy korrekcióval kezdjük, hiszen a tudósítás elkészítése óta már további lakások bekapcsolódtak a fűtési hálózatra, úgyhogy gyakorlatilag mondhatjuk, hogy teljes. Igen, igen, már a ma estétől teljes a fűtési létszám. Valamennyi lakás kiélt ezzel a lehetőséggel és közület, úgyhogy teljes gőzzel megyünk és várjuk, hogy hidegebbre forduljon az idő. Akármilyen fűtési rendszerünk van, illik előtte, mielőtt beindítjuk a fűtést, a karbantartásokat, az átvizsgálásokat elvégezni, ezt megtette a nyírtávhő is. Milyen állapotban vannak a nyíregyházi távvezetékek, illetve a műszaki berendezések? Az elmúlt évek során, így az idén is, nagy erőforrásokat sikerült ezekre a területekre átcsoportosítanunk, így különösen a primer távfűtési vezeték felújítását nagyon sok területen el tudtuk végezni. Ez több százmillió forintot jelentett, ami pályázott útján, illetve saját erőből kigazdálkodva létesült. Én úgy gondolom, így biztonságosabb lett az ellátás, hiszen több mint 10%-a és ez a nagy dimenziói vezetékek ki lettek cserélve, tehát ezeken a vezetékeken nem várható meghibásodás. Természetesen a kezelő személyzet ezt állandóan figyeli, tehát minden nap bejárásokat végzünk, hogy figyelünk arra, hogy üzembiztonság meglegyen. A hőközpontok karbantartásával is végeztünk, illetve hőfogadó karbantartásával, aknák karbantartásával. Ha valahol dolgozunk, akkor az azt jelenti, hogy meghibásodás van. Ez egyébként a Család utcán van most egy, és talán az Ungvár sétányon, úgyhogy arra törekszünk, hogy itt is minél hamarabb javítsunk. Az ország többi távhőszolgáltatójához képest hol áll a nyírtávhő? Hát igazából véve komolyan meghibásodások nem történtek nálunk. Itt Miskolcon történt korábban, vagy Debrecenben. Bízunk benne, hogy tekintettel arra, hogy nagy mértékű felújítás történt, itt sem fog ilyen előfordulni, hogy a számaink jók, én úgy gondolom üzembiztosak vagyunk. Tehát bizakodva nézünk a tél elé. Mennyire elégedettek a nyíregyházi fogyasztók, mennyire gyakori a panasz? Ilyenkor fűtés induláskor természetesen megnövekszik a panaszok mennyisége, így naponta több mint 100 bejelentés érkezik most, hiszen a legnagyobb probléma a légtelenítés, ugye a radiátorokban a nyáron levegő került valamiért, szerelési tevékenység egyéb, illetve hogy ezek a radiátor szelepek ezek leragadtak vagy nyitva maradtak, hát ehhez járunk most a lakásokban. De jellemzően én úgy gondolom, az idén is volt egy felmérésünk, tulajdonképpen egy fogyasztói elégedettségmérésünk, és azt a visszajelzést kaptuk, hogy elégedettek javarészt a fogyasztóink. Egyébként Nyíregyháza talán a Magyarországon az egyetlen város, ahol ilyen nagy számban fűtésszabályzással a lakók gyakorlatilag megszabhatják maguknak, hogy mennyi hőt vásárolnak. Tehát nem az van, hogy egy monopol távhőszolgáltató annyit ad el a lakónak, amennyit ő akar, hanem valamennyi lakó ezt be tudja állítani magának, hogy mennyi hőt fogyaszt el, fogyasztásának megfelelően fizet. Így Nyíregyházán a rezsicsökkentést követően azt tudnám mondani, hogy egy átlag lakásnak az éves fűtési díja bruttóba 120 ezer forint alatt van. Tehát az országos viszonylatban Pécssel vagyunk így a legelső helyen, ahol legkevesebb a fűtési költség egy évben.
Ha már itt az elégedettségnél tartunk, azért beszéljünk a másik oldalról is, mennyire fegyelmezettek a díjfizetés tekintetében a fogyasztók? Én úgy gondolom, hogy ezekre is, erre is szintén nagy hangsúlyt fordítunk. Nagyon jó tapasztalataink vannak a közületekkel, intézményekkel, sikerült jó megállapodásokat kötni. Csökkent a kintlévőségünk, a lakossági kintlévőség is csökkent az elmúlt 3 évben. Még egyszer mondom, nyilván minden lehetőséget megragadunk, részletfizetési megállapodás, hogy időben tudjunk segíteni a fogyasztóknak, úgyhogy mára én azt hiszem az elmúlt időszakhoz képest, hogy felére esett, 400 millió forint körül van a kintlévőségünk. Milyen szezonra számíthatunk az idén? Hát az elmúlt tél az igen meleg volt, ugye, rendkívül meleg volt, 5,8 fok volt a téli külső átlaghőmérséklet. Gondolom én, illetve a trendek azt mutatják, hogy egy ilyen hullámhegy után egy hullámvölgynek kell következnie, emiatt talán hűvösebb lesz, és hát érdekesség az is, ugye, hogy most hamarabb beindultunk, mint tavaly, tehát feltehetően hűvösebb lesz a tél, de hát mint az előbb elmondtam, felkészültünk erre, úgyhogy energia van bőven, úgyhogy lehet fogyasztani. Beszéltünk már a rezsicsökkentésről a fogyasztók szemszögéből, de vajon a Nyírtávfő Kft-nek mit jelentett a gazdálkodásában a rezsicsökkentés? Igazából ugye a Nyírtávfő Kft-nél a lakossági szegmensben vagy a lakossági szektorban állami támogatást kapunk. Az első 2 körében a rezsicsökkentésnek ezt a támogatást gyakorlatilag kompenzálta az ármegállapító, Magyar Energia Hivatal, az utolsó 3,3%-ot kellett kigazdálkodnunk, ezt meg is tettük, ugye, de ez nyilván úgy tettük meg, hogy a gazdálkodásunkban nem okoz problémát, nem is kellett különösebben segítségért fordulni. Ez a rendszerben ennyi tartalék volt, és azt gondolom, hogy ezt korrekt módon meg is tettük. Hát nem szeretnénk, ha a továbbiakat még kellene nyilván, de hát minden lehetőséget megragadunk, hogy a költségeinket tudjuk csökkenteni, ahol lehet, hiszen itt a nagy beruházásoknak is ugye az a vége, hogy a hőveszteség mindenképpen csökken. Én bízom benne, hogy nem lesz annyi leolvat járda már a közterületeken, mint a korábbi években volt. Gondolom már készülnek a következő év fejlesztéseire, mik vannak tervben? Igen, a KEHOP pályázat ugye egy H betűvel több, mint a korábbi években, tehát nem KEHOP, hanem KEHOP pályázat. Itt egy közel 900 millió forintos 3 éves ciklusú pályázatra készülünk. A város legidősebb város részében, vagy részeiben készülünk technológiai rekonstrukcióra. Ez már nem csak vezetéket jelent, hanem hőközpont felújítást is. Ezt 3 évre tervezzük. Ez valamikor decemberbe kerül ez a kiírás hozzánk talán, és jövő évben már el is tudjuk kezdeni az első egyharmadát, úgyhogy mi erre nagyon készülünk, és várjuk, hogy ez megtörténjen. Igazgató úr, sikeres munkát és meleg lakásokat kívánunk egész télen. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióban.